kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a közgyűlés, az ünnepi közgyűlés jelenlévőit. Köszöntöm a kedves nyugdíjas barátaimat, hölgyeim és uraim! Engem ért az a megtisztelés, hogy ezt az ünnepi közgyűlést ma itt levezessem. Ezt külön megköszönöm azoknak, akik ezzel a megbízással megbíztak, és igyekszem eleget tenni. Sokat hangoztattuk és mondtuk, és úgy is hívtuk meg, hogy ünnepi közgyűlésre jöttünk össze. Ez az ünnepi közgyűlés két részből áll. Elsősorban ünnepeljük azt az embert, annak a családját, aki ennek az egyesületnek alapítója volt, szívvel, lélekkel vitte a munkát. De el kell készítenünk azt is, hogy megválasszuk az új vezetőséget, amelyik már második részből áll a napi rendi pontnál, hogy megbízzuk az új vezetőséget is arra, hogy a Oláh Józsi bácsi által megkezdett munkát továbbvigye, pártfogója, támogassa. Engedjétek meg, hogy nagy tisztelettel megköszönjem a helyi kábel televízió vezetését, hogy lehetővé tette számunkra ezt, hogy ezt a mindenki közgyűlést megörökítse, és ezért kaptam megbízást olyan értelemben, hogy szóljak azokhoz a községi lakosokhoz, mert úgy kígyósan 1218 nyugdíjas van. Szóljak azokhoz a nyugdíjasokhoz, akik nem tudtak eljönni, vagy bármi formájában nem tudtak itt lenni, hogy figyelemmel kísérik a munkák végzését. Jöjjenek ide el, pártfogoljanak bennünket. És ez bizony nagyon sok segítséget fog nekünk adni abban, hogy a munkánkat továbbiakban is jól vigyük. Engedjétek meg, hogy mielőtt tovább haladnánk, vagy mennénk, az elnökségnek a kialakítását szeretném elvégezni. Elsősorban is az ünnepeletet Oláh József urat, az egyesületünknek az elnökét kérem ide, az elnökségbe. De van neki egy kedves felesége, Annuska is, aki mindig figyelemmel kísérte a munkánkat, rendszeresen tájékozódott az életünkről, munkavégzésünkről, és őt is kérem arra, hogy fáradjon. Nem, most már ide kell jönni, ugye, az ünnepi közgyűlésünknek van egy nagyon megtisztelő vezetése, az Országos Nyugdíj Egyesület elnökhelyettese, a megyei nyugdíjas egyesület elnöke, dr. Pankotai István urat kérem az elnökségbe foglaljon el. Ugyanakkor felkérem községünk polgármesterét, Hozó Imre urat, hogy szintén a pulpituson itt foglaljon helyet mellettünk. Tovább ugyanakkor felkérem Dózs Zoltán urat, a helyi önkormányzatnak a képviseletét, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét. Szintén foglalja a helyét itt. Egyben felkérem Szántó Béla urat jegyzőkönyv vezetésére. Ott fogom vezetni, Béla, vagy ide jössz? Igen. Tehát ott maradsz, vagy ide jössz? Ott maradsz. Jó. Na
van még nekünk egy nagyon kedves van még nekünk egy nagyon kedves asszonkánk is az Egyesületnél, aki nagyon-nagyon sokat segít a munkánkba, segített most is ennek az előkészítésébe. Rozsnyai Istvánnét kérem szintén, hogy foglalja le helyét. Hát kérem szépen, ezek szerint az elnökséget kialakítottuk. Itt vagyunk, és most már ezek után felkérném az ünnepeltet. Olá Józsi bácsi, azzal, hogy tartsa meg, ezt a szót ne használjam, hogy utolsó gyűlésen való részvételi beszámolóját, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy talán mint elnök most ténykedik utoljára. Józsi bácsi, tisztelettel felkérlek, hogy tartsd meg a kis beszámolódat. Nem leszek hosszú, előbb azt is megmondom. Köszöntöm szeretettel a megjelent nyugdíjasokat, mindenkit, akit meghívtam, tisztelettel köszöntöm. Ha véletlenül elérzékenyülök, hát ne vegyék azt nekem rosszan. Ezért 1997 évben már tagjegyszámunk 202 volt. Van. Tagdíjat fizetett 160 család, 65%. 4 éve alakultunk meg az Egyesületnek 5 elnökségi tagja és 3 elemi. 1997 évben minden költségeket felszámolva 26.600 forintunk van. Támogatást az önkormányzattól is kaptunk 10.000 forintot ebben az évben. A másik évben is, hasonló évben. A 97-es évben megyei gyűléseken is megjelentünk többen, ahova meghívtak bennünket. 3-4-en egy autóval, 2-vel el tudtunk menni, és jól éreztük magunkat, ott találkoztunk a megyei nyugdíjasokkal. Az országos központú köszönőlevelet kaptam most, mert elküldtünk ma egy ilyen statisztikai lapot kitöltve, és az országos központ megköszönte levélben Nemes István aláírásával. Az önkormányzatunk ebben az évben is valószínűleg támogat, mint ahogy szokott, de beadtuk a támogatásra szóló beadványt. Négy évi munkásságom alatt 119 rendkívüli nyugdíjemelést kaptunk a tagság. Csak ennyit nagy vonalakban, ami mögött igen sok munka, befektetés volt. Továbbiakban még mondok valamit. Az diktálja és elvárja a népen. Munkálkodni ő életük, ez választott részem. Nem kerestem, nem is kaptam, nem is lett még értem. Kicsúfolnak rágalmadnak, de azért én mégsem. Lankadatlan folytattam a lehetőség mértem. Megszorított családoknak segítségét kértem. Önkormányzat elismerte végzett munkáimat, megint csak a lehetőség, de ő is támogat. Van egy nép, ki rám hallgat, kisebb csapat ember, kis nyugdíjas egyesület, aki kérni nem mer. Ellenszélbe kell hajózni, bíróság nem ismer. Gondjainkon átjövetve nyugdíjemeléssel. Azért elmúlt év csak ennyit adott.
több mint 100 embernek. Megemelkedtük nyugdíjat, ennek örvendeznek. A kevéshez még egy kevés, ez is épp valami. Államadta lehetőség, ki lehet használni. Ahogy láttok, ez a munkánk, múlt évi termése. Jövőt épít, jövőbe lát, aki ezt segítve, mellém állva, kéz a kézbe, összefogva élünk, jó munkával megdolgozva, van még reménység. Elmúlt évben voltunk Békéscsabán, egy megyei szervezelen, és ott felvetődött annak a gondolata, hogy emlékezzünk azokra a 80 éven fölüliekre, akik szorgalmasan eljártak a közgyűléseinkre, támogatták a munkánkat, és ezt valahogy, valami formában meg kellene említenünk. Vezetés döntött, és majd Józsi bácsi olá el fogja mondani, kik azok a személyek, és külön ki fog még kérni arra a régi vezetőségi tagokra is, akik sokan segítettek neki a munkájába, és így most felkérem legelőször is Józsi bácsit, hogy ennek a feladatának tegyen eleget. Miután mindenkit köszönhettem, itt van az ideje, hogy elesettségemre tekintettel elmondjam a közgyűlésnek indítatásunk. Mindenki tudja, hogy nem csak koromra tekintettel, hanem hogy mozgássérült lettem. A rám bízott feladatokat becsületes módon elvégezni már nem bírtam. Így most keresztünk rá alkalmat, hogy a nagy nyilvánosság előtt elköszönjek önöktől. Mivel nem vagyok önkultusnak a művelője, de mégis ezen a megtisztelő alkalommal köszönök el az Egyesület nevébe. Mindenkinek köszönöm, akik segítségemre voltak, és itt kell kimondanom, hogy mindazokat készen meghívni erre az ünnepélyre, ünnepélyes közgyűlésre, akik segítettek a népemért dolgozni. Elsősorban az önkormányzat támogatását köszönöm meg Bozony úr, a polgármester úrnak, Bálintné jegyzőnének, jegyzőnek, a községünk jegyzőjének, akik segítettek sokat, a megyei szövetség elnökének, dr. Pankotai István úrnak, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság részéről Bodzás Lajosné úrhölgynek, tessék már bemutatkozni. Mi az, aki intézte a nyugdíjemeléseket nektek? Mezőgazdasági Termelőszövetség részéről Bozony József főmérnök úrnak, őt nem kell nekem külön bemutatni, ismeri mindenki. Nagy segítségemre. Valamint az új kígyósi civil szervezetek vezetői, mind egyenként minden vezetővel jó viszonyba élve segítettek a társadalmi munkába. Ezeket külön nem sorolom föl, akik eljöttek, mindent szeretettel köszöntöm. Mielőtt még felszólíthatnák a meghívott ünnepi szónokunkat, utána az következne, dr. Pankotai István országos nyugdíjintézet alelnökét. Van még egy feladatom, hogy az Egyesületünk okleveles kitüntetését átadjam annak a 6 nyugdíjasnak, elsősorban azoknak, akik munkám közvetlen segítségével részt vettek, és azoknak, akik szükségben megöregedve az Egyesületünk idős, tisztességben megöregedve az idős nyugdíjasoknak. Evanics Mihály ellenőrző bizottság elnöke,
annak adnám át. Első. Azért tettem, hogy láttam, hogy az, amit ő végzett, az a közügyér nemes célért tette, és úgy éreztem, hogy koránál és egészségénél fogva szükség van, hogy segítsik. Tehát én ezért tettem, de azon túl nagyon szépen köszönöm a megemlékezést. Littár Gézáné elnökhelyettesünket is szeretettel köszöntjük. Nem tudom, hogy a legidősebb nyugdíjat, akit akarunk köszönteni, hogy el tudott-e jönni valószínű, hogyha valaki eljött, Harangozó András nyugdíjat. 86 éves nyugdíjat. Majd akkor eljött. Forgácsi János nyugdíjasunkat köszönteni. Ferenc nyugdíjasunkat köszöntjük szeretettel. Hasonló cipőbe jár, mint én, úgyhogy nem lett a legjobb. És akkor most engedjék meg, hogy én folytassam ezt a gesztust. A nyugdíjas klub, illetve nyugdíjas egyesület, nem klub, hozzá vagyok szokva, nevébe, tagság nevébe szeretettel köszöntöm, és megköszönöm Józsi bácsinak mindjárt nevébe azt a áldozatos munkát, amit végzett. Itt nagyon jó éve mondta, hogy mit tett, annál sokkal többet tett, és azt szeretném majd kérni az utókortól, hogy hasonlóan ilyen jó dolgozunk, vagy még jobban. És a másik kérésem, hogy amikor Józsi bácsi esetleg már nem tud közénk jönni, néha nyissunk rá ajtót mi is.
ezt a kedves feleségének, mert az az áldozatos munkának ő is részese volt. Ezt meg engedjék meg, hogy a saját magam nevébe adjam nagy szeretettel. És kívánom, hogy még egészségben, békességben éljen, és ismétlem, hogy a új vezetés, ha segítségre szorul, adják tudását, és egyengesse az útját az új vezetésnek. Köszönöm. Jó egészséget kívánok. Szükség van rá, és talán mi vagyunk még annak, akik tudunk jól segíteni,
és kérem azt, akik majd fogják látni a tévéadást, hogy igényeljék a segítségünket. Köszönöm a meghallgatást. Most pedig még az ünnepségnek nincsen vége, mert tudom, Bozó Imre polgármesterről kérem fel, hogy az önkormányzatnak az ajándékát adja át szintén Józsi bácsinak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nyugdíjas Egyesület minden tagját, hölgyeket, urakat. Köszöntöm a leköszönő vezetőségnek azt, amit elküldtett. 4 évvel ezelőtt megalapította az új Kigyósi Nyugdíjas Egyesületet, és elnökként akkor Olá Józsi bácsit választották a nyugdíjasok. Józsi bácsi elnöki búcsúztatásán másodjára veszek részt, és az ő nevéhez nem csak egy egyesület megszervezése és annak zászlajának vivése fűződik, hanem új Kigyóson 2 társadalmi szervezet, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Nyugdíjas Egyesület megszervezése és annak fájkának vivése fűződik nevéhez. Nagycsaládos egyesületeknél több évet töltött elnöki tisztségben, jó szándékkal, nagy lelkesedéssel segítette a Nagycsaládos Egyesület mindegyes tagját. Ő különböző karitatív támogatásokkal, üzleti partneroktól, olcsó áruszerzéssel, a Nyugdíjas Egyesületnél pedig a nyugdíj kiegészítésének megszerzési lehetőségével foglalkozott lelkesen, odaadóan. Sajnos, hogy úgy kigyorsan, nem sok ilyen ember terem és él, aki ennyi energiát áldozzon egyesületi színekben, nem pár színekről van szó, társadalmi munkában, az új kigyorsan élő emberek többségéért. Én megköszönöm őneki az eddig végzett munkáját, ennél az egyesületnél is, a nyugdíjas egyesületnél, és kívánom neki, hogy még a hátralévő életében nagyon jó egészségnek örvendjen, gyönyörködjön dédunokáiban, családjában, és nagyon jó egészséggel érje meg, ahogy Bodó Józsi bácsi fogalmazott, a 100. esztendejét. Reméljük, ha olyan sokáig él, az akkori köztársasági elnök köszönő üdvözlését is átadhatjuk számára. A maga még az önkormányzat nevében ez nem nagy ajándék, de lehet, hogy tartalma többeként ezen átújtom neki és fogadja szeretettel. Nagyon sok szép ajándékot kapott Józsi bácsi, észre is vertük a megkönnyezését, ezeket az elismeréseket. Azonban fölhívták a figyelmemet arra, hogy mindannyian nevébe szintén adjunk át neki egy kis ajándékot, és ha hiszitek, ha nem, kedves nyugdíjas társaim, az volt a kérés, hogy vers formájával köszöntsük Józsi bácsit. Na miről is van szó? Nem volt olyan gyűlés a községben, ahol Józsi bácsi nem verselt volna. Mindig írt a verseket, örömmel hallgattuk, de most a nehéz helyzetben van, mert ő nem írhat saját magáról verset, és én, aki 73 éves vagyok, de még verset életemben nem írtam, mit kellett csinálnom? Leültem, és megírtam a verset. Hát kérem szépen, amennyiben ez a vers nem fog megfelelni, akkor helyettem más poéta jöjjön, de én megpróbálom mégis ezt a verset most elmondani, de ha nem úgy rímel, ahogy Józsi bácsi gondolta volna, hát elnézést kérek tőled, Józsi bácsi. Elköszön az elnök. Mikor majd együtt köszönhetünk téged, aki gondját, baját népünknek viselted. Vállaltad a terhet, míg bírtad, cipelted. Kedves Józsi bácsi, köszöntünk ma téged.
Téged úgy ismert meg a néni, avagy bácsi, menj a gazdakörbe, ott van Józsi bácsi. Hát ki az az ember, egyik-másik mondja, minden csütörtökön ott van olájoska. Ha piacon, boltban bárki elsorolta, családja gondjait vele megosztotta. Útbaigazítást tőle megkaphatta, és már az ő ügye jó helyre lett adva. Előfordul az is, hogy egyszer elvetették, újból elővette, sikerek ővesték. Örült a nyugdíjas, aki megkaphatta, vele együtt örült olájoska. Bárkinek az ügyét, hogyha ő felvetette, magasabb fórumok asztalára tette, mert ott is volt szerzetjogos tekintélye, országos központban nagyobb ismerete. Nem került még ember, ki jobban képviselte, szegény nyugdíjasok ügyét felvehette. Személyválogatás nem volt soha nála, aki eljött hozzá, számíthatott rája. Igaz, jó fizetést kapott a munkájáért, hálátlanságokat, sok küzdelmet másért, most pótolják neked igaz szeretettel, minden jó tettedért, hálánkat fogadt el. Aki megsegített, javult egészséggel, áldjon meg a téged, a jó is, a jóságos Isten. Köszönöm. Józsi bácsi, én nem vagyok poéta, még egyszer kihangsúlyoztam, életemben 73 éves vagyok, de nem írtam verset. Tetszettek ezek? Jó. Nagyon jó. Küzdöttem, hogy ezt hallottam, mit csináljam. Nem könnyű verset írni, jó, hogy másinak könnyű. Engedjétek meg most pedig, miután ez a szép ünnepségnek majdnem a végére értünk volna, de van nekünk egy országos elnökhelyettesünk, megyei nyugdíjasunk egyesületének az elnöke, dr. Pankota István úr, és felkérem most őket is, hogy ha már ennyien ünnepeltünk, ő is nyíltos ezt a napot. Köszönöm. Tisztelt nyugdíjas társaim! Nekem se kell bemutatni, és a megyei vezetésnek, meg az országos vezetésnek sem, a Józsi bácsit. Rendkívül megható ez a tiszteletteljes megemlékezés és ünneplés. Én úgy ismertem meg Olá Józsefet, az itteni egyesület elnökét, hogy egy ritmus képző ember, aki a különböző jellegű megyei megnyilvánulásokon a pávakörtől kezdve a megyei elnökségi ülésekig bezárólag ritmusolt is, meg nagyon komoly formában hozzá is szólt az adott témákhoz. Józsi bácsitól soha nem kérdezte senki, én sem, hogy ők még párt felé voksolt volna, mert ő neki egy volt a döntő, mint ahogy a mi szövetségünknek is egy a döntő, hogy pártsemleges politikát folytassunk, a soraimkat ne osszák meg a különböző párt nézetek, de nagyon határozott és nagyon kategórikus nyugdíjas politikát folytassunk. Ebben a nyugdíjas politikában szeretném elmondani önöknek, hogy úgy ismertük meg Olá József urat, az itteni egyesület elnökét, hogy új kígyóson az egyszerű emberek segítője, áldozatnél segítője szeretném hangsúlyozni. Azt, amit én leírtam magamnak, hogy 119 fő kapott az 1218 főből méltányossági nyugdíjt. Ha ezek az emberek annyira tisztelték volna Olá Józsefet, hogy eljönnek, akkor most ez a terem megtelt volna. Nagyon őszintén azt szeretném elmondani, hogy a politikában nincs hála. De azért az emberi tevékenységben, amikor valaki tartja a hátát a vezetőséggel együtt, hogy XY érdemesül arra,
hogy a 12 vagy 16 ezer forintjára rátegyenek havonta 1000 forintot, és élete végéig azt megkapja, azért már elnézést kérek, ez több, mint tiszteletet értene. És én Józsi bácsit ilyen embernek ismertem meg, hogy függetlenül mindentől ő tette ezt jó szívvel és jó szándékkal. Mint ahogy tesszük országos és menyei szinten is, hogy nem kérdezzük azt, hogy valaki tagja-e a nyugdíjas egyesületnek, hanem azt nézzük meg, hogy rászorult nyugdíjas-e vagy sem. Ha igen rászorult, akkor vagy méltányossági nyugdíjban, vagy pedig nem méltányossági segélyezésben azt az embert valamilyen formában hozzá kell juttatni. És az a néhány 10 millió forint, amely itt Békés megyében is rendelkezésére áll a társadalombiztosításnak, miért ne használjuk ki, hiszen ezzel jelentős mértékben segítünk az önkormányzatnak, mert az önkormányzatnak viszonylag kevés a szociális pénze, amit szétoszthat, hát akkor miért ne segítsünk be ilyen formába, hogy azt a pénzt más hasznos célokra is föl tudja használni. A méltatásomban azt is szeretném elmondani, hogy Józsi bácsi mindig kihangsúlyozta, hogy az egyesület és a polgármesteri hivatal, illetve a képviselőtestülettel a legszorosabb együttműködést kell mindenkor kialakítani. Mi ezt maximálisan, teljes mellbedobással támogatjuk mind helyi, megyei és országos szinten is, hogy igenis a nyugdíjas társadalom, amely a nagy társadalmi egésznek egy jelentős részét képviseli, és az a szövetség, amelyen belül mi most körülbelül 350 ezeren vagyunk nyilvántartott, regisztrált nyugdíjasok az országban. Ebből a megyében több mint 40 ezer tagunk van, 150 szervezetben, és a 75 községben, városban 66 helyen van önálló klubunk, illetve önálló egyesületünk. Ez magyarul azt jelenti, hogy a nyugdíjas társadalom nem csak összefog, nem csak szolidáris, nem csak egymással, nem csak a családjával és az unokáival, hanem az közösségi, a községi, a városi élettel is. Ugyanakkor szeretném hozzátenni, és erre biztatjuk és ösztökéljük a nyugdíjas társadalmat, ne érezze magát a társadalomból kivetetnek, mert a nyugdíjas társadalom politika csináló társadalom is, ezt ne felejtsük el. Mert mindenkor, ahova rakja az X-et az adott választásokon, szíve szerint, soha nem mondjuk azt, hogy ide vagy oda, szíve szerint. Ez magyarul azt jelenti, hogyha olyan helyre rakja az X-et, amely bejön és az elkövetkezendő időszakban az a politikai éra tud kormányt alakítani, akkor annak a segítségére nem csak számíthat, hanem igényli is. Mi is ezt csináltuk 1994-ben, nagyon őszintén, és itt szembe kell néznünk, tisztelt nyugdíjas társaim, a valós politikai életet. Mindenkor azt kell nézni, hogy körülbelül mi az a politikai éra, amelyikkel az elkövetkező 4 évben együtt kell, hogy működjük. Én 1972 óta látom el az országos elnökhelyettesi teendőket, bejártam már az országot, és őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy az első politikai érában, az első 4 évben, 94-ig, hát bizony rengeteg sok vitáig voltak, jóformán szóba sem álltatok. Fönn Pesten van az úgynevezett szűkörű ügyvezető elnökség, hatan vagyunk benne, elnökhelyettesek és elnök, akik a miniszterelnöktől kezdve a miniszterekig bezárólag tárgyalnak adott kérdésekre. Mi az adott kérdés? A nyugdíjas társadalom léte, a
a nyugdíjak emelése, az egészségügyi helyzet és számtalan ehhez hasonló dolog. Tisztelt nyugdíjas társaim! 94-től kezdődően a jelenlegi szociál-liberális kormányzattal úgy voltunk, hogy voltak nagyon mély pontjaink, és voltak emelkedettebb formációik. Az utóbbi években hál' Istennek sikerült szót érteni a pártvezetéssel és a kormányzati vezetőkkel, és ebből néhány dolgot szeretnék önöknek elmondani. Legelőször is nagyon sokan azt hiszik, hogy egy ilyen hatalmas nagy civil szervezet, mint a nyugdíjaszolgálat, amely több mint 350 ezer taggal, az összes párt nem rendelkezik ennyi taggal, hogy ennek a vezetése milyen jól fizetik és milyen jól jövedelmez az a tiszteleti, amelyet mi az elnökünktől kezdve a helyi elnökig bezárulok zsebre. Én azt hiszem, hogy ha bárki megkérdezi a Józsi bácsit, hogy mennyit kaptál te, mint elnök havonta tiszteletért? Biztos vagyok benne, hogy azt mondja, mennyit te. Ez körülbelül azt jelenti, higgyék, hogy az országos elnökünk is, aki pécsi származású, ugyanannyit kap, mint az elnök helyettes vagy, mint a Józsi bácsi. Büszkén valljuk azt, hogy mi, akik ebben a témában jártasak vagyunk, több mint 10 évig vezettem a társadalombiztosítást, előtte közel 30 évig egészségügy területén különböző egészségpolitikai dolgokat intéztem. Úgy érzem, hogy ismerem ezt a témát, szívvel, lélekkel lehet ezt csinálni, és néha elérjük azt, hogy esetleg egy egyszerű nyugdíjas társunk azt mondja, hogy hát te Pankotai, nagyon köszönöm a segítségedet. Vagy úgy összességében azt mondja, hogy jó, hogy gondoltatok ránk, és köszönöm szépen. Kész. Ezzel el van intézve. A parlament az bennünket annyira érdemesített, hogy most az elmúlt évben rendkívül sokat kaptunk a civil szervezetek közül, egyike, akik legtöbbet kaptunk, 2.200.000 forintot kapott ez a 350.000 ember. Azt gondolhatják, hogy azban a 2.200.000 forintból, hogy mondjam, még a telefonköltségre sem nagyon jó. Éppen ezért lehetséges, hogy sokan érdekesnek veszik. Én most azt tudom mondani, hogy amikor a Józsi bácsinak a eddigi munkáját miatt megköszönöm, azt szeretném mondani, hogy a mi szerény ajándékunk az országos, illetve a megyei elnökségi ülésen kívánjuk Józsi bácsinak átadni rendkívül szerény formában, hiszen azon kívül, hogy az újságpénzből valamit kap a szövetség, abból talán néhány száz forintot ilyen jellegű dolgokra, és még egyet tudunk fordítani. Amikor ne adja Isten, de szükséges, akkor valamilyen formában, ha meghal közülünk valaki, akkor néhány száz virágot tudunk mindenségére megemlékezni. Tisztelt nyugdíjas társadalom! Amiből élünk, a nyugdíjunkból róla. Hadd mondjak néhány dolgot. Elnézést, hogy kaholok, de körülbelül két hónap ezelőtt kaptam egy influenza elleni injekciót, amit más papár 39 fokos lázzal ötöz vágott, és azóta állandóan kákolok még ezt a fenet. Hiába vannak jó orvos barátaim, de úgy látszik, hogy az a vírus, amit velém adtak, az túlságosan élénk volt. Hát szeretném elmondani önöknek, hogy az elmúlt nyár az olyan volt részünkre, hogy még az ellenségemnek se kívánok. Ugyanis
Szinte hetenként kellett különböző jellegű tárgyalásokat folytatni, hogy ez a jelenlegi 19%-os nyugdíj emelésünk meglegyen. Ezt sokan nem tudják, talán elmondom, el sem hiszik, hogy egy-egy ilyen civil szervezet, hogyha összefog, azért mit tud elérni. Van egy törvény, amely kimondja, hogy minden évben a nyugdíjat az országos nettó átlagú bérnek megfelelően kell emelni. Eddig mindig úgy volt, hogy az infláció lényegesen magasabb volt, mint a nettó bér. Az elmúlt években, tudják, az a bizonyos bokrosféle csomag, amikor jött, hogy akkor nagyon keményen a bokros csomag, ez rettenetesen keményen érintett bennünket, nyugdíjasokat, lenyomta bizonyos formában a nettó bér. És néhány illetékes pestiről beszélek, rájött arra, hogy ha az inflációs rátát sikerül lenyomni, akkor az kevesebb lesz, mint a nettó bér, hát akkor fordítsuk meg, és kapjuk az elkövetkezendő időszakban az infláció skálának megfelelően a nyugdíj emelést. Hát, mint tudják, az elmúlt évben már a nettó bér az több lett, mint az inflációs ráta. És áprilisban volt egy olyan, az érdekegyeztető tanácsban egy olyan döntés, 14% lesz az inflációs ráta, legyen ennyi a emelkedése a nyugdíjnak, a nettó bér az pedig nem garantáltam 21,5%-os, attól álljunk el. Hát mondanom sem kell, hogy amikor ezt mi megtudtuk, mint hogyha kígyó csípett volna meg bennünket, hogy ilyen akutatáját neked, hogy? Hát eddig mindig mi húztuk a rövidebbet, ugye 90-től kezdődően, a rendszerváltástól kezdődően a nyugdíj reálértéke közel 50%-kal csökkent, hát akkor most megint ezt folytassuk tovább? Hát fogtuk magunkat és nagy nehezen kialogatást eszközölöttünk a miniszterelnök úrnál, fordulánál. Mondjuk, hogy miniszterelnök úr, ez itt nem lesz jó, ebből palota forradalom lesz a nyugdíjasok körében. Azt javasoljuk egyértelműen, hogy továbbra is tartsuk érvényben azt a törvényt, amely a nettó bérhez igazítja a nyugdíj minden évben a emelkedést. A Hornnal lehet tárgyalni, és az volt a véleménye, hogy nézzük, uraim, megbízom én a pénzügyminisztert, a Megyesi Pétert és a népjóléti minisztert, dr. Kökény Mihály, a kormány nevében, üljenek le önökkel tárgyalni. Tárgyalják meg, hogy mi is volna jobb a nyugdíjasoknak. Hát ez a fajta tárgyalás tartott majdnem egész nyári időszakban. Úgy két hetenként leültünk. Mert sajnálatosan, amit egyszer megtárgyaltunk, az két hét múlva annak fele vagy majdnem az egész, az mindig fel volt rúgva. Tudni, két dologba tárgyaltunk. Maradjon-e a nettó bér, és mi legyen az özvegyi nyugdíja? Tudni, mi voltunk azok, nem akarok itt kérkedni, de mi voltunk azok a Magyar Nyugdíja Szövetség, akik fölvetettük, és már jó néhány évvel azok fölvetettük, hogy tarthatatlan, hogy az özvegyeknek egy évig kapja az 50%-ot, utána nincs, tehát nincs tovább. Én most nem az összevont kis nyugdíjasokról beszélek, hanem összességében. Kérem szépen, a lényeg, megegyeztünk abban, hogy a kormány garantálja a 21,5%-ot, az elmúlt évben 21,5% lesz a nyugdíj emelés. Ebbe egyeztünk. És itt jön a lényeg, elfogadta a miniszter, elfogadta a kormány is, bevitték a parlament elé is, de. És a második tárgyalási menet. Azt kérték tőlünk,
hogyha mi javasoltuk az özvegyi nyugdíjrendezését, akkor mi nyugdíjasok legyünk szolidárisok az özvegyekkel, és a 21,5%-ból mondjunk le 2,5%-ról, ez a szolidaritás, mert a kormánynak nincs 19 milliárd forintja, hogy az özvegyi nyugdíjat rendezze. Mi az első fordulóban az özvegyi nyugdíj rendezésére az elhalt nyugdíjának a 40%-át javasoltuk. A 40%-át, hangsúlyozom. Kérem szépen, több hetes tárgyalás után megegyeztünk a pénzügyminiszterrel, húzd meg, erezd meg formában, 30%-ban. Nagy megdöbbenéssel olvastuk az újságban a csütörtöki minisztertanács ülés után, hogy a minisztertanács 20%-ot fogadott el, és ennyit terjesztett be a parlamentben. Amikor már egy ilyen minisztertanácsi döntés van, és utána a parlamenti döntés, akkor már nem lehet mit csinálni. Fogtuk magunkat is, újjalogosan elmentünk a miniszterelnök úrhoz. Én voltam az, aki azt javasoltam, hogy a 2,5%-at a szolidaritásképpen mondjuk. Rendben van, lemondunk úgy, hogy vállaljuk a felét. Vállalja a nyugdíjas társadalom, a másik felét pedigen vállalja a költségvetés a kormány. Hát ez sajnálatosan nem ment. És itt most nagyon őszintén megmondom önöknek, hogy nem volt szívem és nem volt lelkem azt mondani és azt nyilatkozni az országos sajtóban, tévében vagy rádióban a nyugdíjasok nevében, hogy kérem szépen akkor mi leállunk az özvegyi nyugdíj rendezéséről, és nem vagyunk hajlandók a 2,5%-ot feláldozni az özvegyek részére. Ugyanis egy közbelső javaslatunk történt. Egy. Megállapodtunk a miniszterelnök úrral, hogy 2000 igény, tehát 99 még hátra van, 2000 igény. A mindenkori nettó bér lesz a meghatározója. Ebben az évben a garantált 21,5%-os nettó béremelkedés helyett, ismerve a legutóbbi statisztikát, úgy néz ki, hogy 24 vagy 24,5%-os lesz a nettó bérnövekmény. Tehát nem 21,5, hanem 24,5. Amikor mi erre ennyi jött ki, ennyit mutattak ki. Mi azonnal azt kértük a miniszterelnök úrtól, hogy a kormányzat részéről ebben az évben megkaptuk a 19%-ot, és mivel mi szolidárisak voltunk és lemondtunk a 2,5%-ot, ami a 21 és fölötte van, lesz a nettó béremelkedésnek, az kapja meg a nyugdíjas. Jelenleg olyan kormánydöntés van, hogy vagy júniusban, vagy októberben a 2,5%-ot január 1-re visszamenőleg minden egyes nyugdíjas meg fogja kapni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az évben még egyszer lesz 2 vagy 2,5%-os nyugdíjemelés. Az özvegyi nyugdíjnál, amely jelenleg, ugye, akik megkapták 20%-ban, megegyeztünk, hogy tekintettel arra, hogy a GDP, tehát a nemzeti jövedelem növekedése, az magasabb lett, hogy milyen áron és milyen formában, az bennünket most nem érdekel. Az az érdekes, hogy magasabb lett a nemzeti jövedelem, és ennek megfelelően azt javasoltuk, hogy 2000-ben a Nyugdíjas Szövetség és az akkori kormányzat vagy parlament tárgyalja meg
az ország teherbíró képességét, a nyugdíj alapot és a jelenleg elfogadott 20%-ot emeljük meg 30%-ra. Nem úgy, hogy az akkor özvegyülő személyek kapják meg a 30%-ot, hanem a jelenleg már 50 és 20%-ot élvezők, két egészítjük ki 20-ról 30%-ra. Ebben a két kérdésben nagyon komoly formában egyességet tudtunk kötni, és ebben úgy néz ki, hogy a parlament is megfelelő formában támogat bennünket. Tisztelt nyugdíjas társaim, én nagyon jól tudom, hogy számtalan más kérdés is van, amely bennünket érint, azonban befejezésül egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Ha a nyugdíjas társadalom nem csak jól érti magát egymás között, nem csak pávaköröket és más ehhez hasonló szükséges dolgokat tud produkálni, hanem a józan, reális, nyugdíjas politika mellett, hangsúlyozom, nem pártpolitika, nyugdíjas politika mellett ki tud állni, amellett a nyugdíjas politika mellett, amiért mi rendkívül keményen harcba szállunk, tudik sokan azt mondják, hogy sokan nyugdíjas, és mi tartjuk el aktív dolgozók a nyugdíjasokat. Érem szépen, mi ezzel ellen kategórikusan tiltakozunk, mert ez nem igaz, ez hajánál fogva előráncigál dolog, mert mindannyian, akik itt vagyunk, akik szolgálati időt teljesítettünk 20, 30, meg 40 évet, és befizettük az értejáró járulékot, az a pénz, kérem szépen, nem lett ebből az országból kivéve, az a pénz itt lett beruházva, üzemekbe, lakásokba és számtalan más jellegű dologba, hát akkor miért merik azt mondani, hogy bennünket eltartanak? A fenét! Mi ezt az országot 45 után fölépítettük, 45 után, kérem szépen, hogy jöttek közbe különböző anomáliák, nem nagyon kérdeztek meg bennünk. Bizonyos kérdések. Ez az igazság. De ez az ország él, és úgy néz ki, hogy mind stabilabban összetudja magát szedni, és ezen belül van egy 3 milliós nyugdíjas társadalom, és ez bárkinek is nem tetszik, mi igenis egy óriási élettapasztalattal rendelkezünk, tudással, tehetséggel, és nem csak a mi javunkért emeljük fel a hangunkat, hanem a gyerekeinkért, az unokáinkért, és a közösségért, hogy mindenkinek egy kicsikét jobb legyen. Mi nem a rabló kapitalizmus, meg a kapitalizmusnak azt a válfáját, amelyiknek sajnálatosan néha-néha tanúi lehetünk, hanem egy olyan magángazdálkodásnak és egy olyan összefogott gazdálkodásnak vagyunk a hívei, amelyikben mindenki kivétel nélkül tisztességes, becsületes munkája, tehetsége, esze alapján tisztességgel tud érvényesülni. Nem igaz az, hogy a nyugdíjasok csak saját magukkal törődnek. Igenis, a társadalom minden formája érdekli őket, és tisztességgel és haszonnal részt szeretnek benne venni. Itt szeretném befejezésül fölhívni a figyelmet, hogy az elkövetkezendő parlamenti ciklusban mi, Nyugdíjas Szövetség néhány vezetője, részt kívánunk venni, és főleg arra szeretném felhívni önöknek a figyelmét, hogy minden helyi önkormányzatban az önkormányzat képviselőtestülete nem lehet meg, hogy egy nyugdíjas egyesület csak a tacsvonalról kiabálhat be. Igenis, a nyugdíjas egyesület legjobbjainak ott a helye a képviselő testületben.
és ott kell képviselnie a nyugdíjas érdeket. A nyugdíjas érdekeken keresztül a község és a többségnek az érdekeit. Tisztelt nyugdíjas társaim, két ilyen választásunk lesz, egy májusban és egy pedig lenn novemberben. Nagyon nagy tisztelettel kérem Önöket, mint a Nyugdíjas Egyesület tagjait, hogy jól készüljenek föl, és az arra legalkalmasabb embereket a saját soraiból, akik méltóan és tisztességgel, becsülettel tudják képviselni a nyugdíjas érdeket, delegálják, válasszák be a képviselőtestületbe. Emellett a mindenkori képviselőtestülettel, a mindenkori polgármesteri hivatallal és a mindenkori polgármesterrel nagy tisztelettel azt kérem, hogy a lehető legjobb kapcsolatot próbálják bármikor kiépíteni. Nem csak azért, hogy a képviselőtestület segítsen bennünket, hanem azért is, hogy mi is tudásunkkal és tehetségünkkel, élettapasztalatunkkal segítsük a polgármestert is, meg a képviselőtestületet is a jó munka érdekében. Tisztelt nyugdíjas társaim! Most, amikor Oláh József nyugdíjas társamnak és barátomnak még egyszer gratulálok az eddigi munkásságához, életútjához, és jó egészséget kívánok. Ezeket a gondolatokat szerettem volna Önöknek elmondani, és Önökön keresztül és a Kábel Televízión keresztül Újkígyós lakosságának is, hogy lássák és tudják meg, hogy mit is akar tulajdonképpen ez az egyesület, és az alulról fölfele építkezés mit jelent ebben az országban. Igenis hangsúlyozunk, hogy civil szervezet nélkül